Azt kiabáltam, hogy égek, égek, égek. Millie Tylert kínzó fájdalom ébresztette kora reggel. Úgy éreztem, mintha valaki leöntötte volna a lábamat gázolajjal, majd felgyújtotta volna. A férjem a sikoltozásomra ébredt. Ránéztem a lábára, és egyszerűen felfoghatatlan volt számomra, hogyan történhetett. Este lefekvéskor még teljesen normálisan nézett ki, és reggelre pedig már olyan vörös volt, mint a tűz. Az orvosok közölték Millie-vel, hogy egy gyógyíthatatlan betegségben szenved. Az eritromelalgia a vérerek rendellenes működését jelenti. Az erekben kicsi nátriumláncok keletkeznek, megakadályozva a vér ki- vagy beáramlását. Ez egy gyógyíthatatlan betegség, de tudtam, hogy az én Istenem nem ismer lehetetlent. Vele nincs gyógyíthatatlan. Bármit meg tud gyógyítani. Egy nap a gyülekezetben ülve egy igét olvasott, ami megerősítette a hitét. Megakadt a tekintetem a következő igeversen. Neveden hívtalak, az enyém vagy. Az Ézsaiás 43-ban szerepel. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged, mert én vagyok az Úr, a te Istened. Éreztem, hogy ez az ígéret nekem szól. De egy évvel később még mindig nagy fájdalmai voltak, és állapota csak romlott. Egyik nap felhívta a CBN-t, hogy adományt küldjön, amikor a telefonban megkérdezték, hogy imádkozhatnak-e érte. Igennel válaszoltam. Elmondtam, milyen nehézséget okoz az éjszakai alvás, az eritromelalgia fájdalmai miatt. Együtt imádkoztunk, és aznap, miután lefeküdtem, az egész éjszakát átaludtam. Reggel, amikor felébredtem, már nem fájtak a lábaim. Felálltam, és járkálni kezdtem, de a bokáim sem fájtak. Tudtam, hogy valami csodálatos történt velem. Olyan volt, mintha ez az egész betegség csak egy rémálom lett volna. Minden tünete elmúlt. Egyszerűen fantasztikus dolog történt. Egyedül Isten volt képes így meggyógyítani. Ragaszkodjunk Isten ígéreteihez, és soha ne adjuk fel, mert ő mindig hűséges. Feltarthatjuk a Bibliánkat, és azt mondhatjuk, Istenem, ezt te mondtad, és az ige azt írja, hogy te soha nem hazudsz. És mivel te ezt ígérted, tudom, hogy meg lesz.